A mai napon azt szeretném megértetni veletek, hogy izomstimulátor és izomstimulátor között különbség van. Nem mindegy, hogy egy termék 10-15 ezer forintba kerül, vagy 100-150 ezer forintba. Mind a kettőre azt mondják, hogy izomstimulátor, na de micsoda különbség? Mondok nektek megint egy példát. A gyerekkel lemész homokozni a játszótérre, a homokvár építéshez az ideális eszköz a játékdömper. Kiválóan lehet homokot hordani, összehordani, kupacolni. Na de hogyha elnyered az autópálya építésre a sóderhordást, és odaállítasz ezzel a játékdömperrel, alig ha nem körbe röhögnek. Játékeszközzel nem lehet ugyanazt az eredményt elérni, amikor profi munkára van szükség. Játékdömperrel játszol. Arra kiváló. Ugyanígy van az izomstimulátorokkal. Egy 10.000 forintos izomstimulátor az játék. Vegyél hozzá kalapácsot és adod a gyereknek, hagy verje szét. Hogyha komolyan akarod venni az izomstimulációt, a testedről van szó, akkor minőségi eszközre van szükség. Ebben a részben nem akarok mást bebizonyítani, mint hogy e között és e között az izomstimulátor között jelentős különbség van. A hatásában legalább akkora a különbség, mint az árában. Lássuk. Ezt az egyszerű stimulátort a bal combomra, a minőségi stimulátort pedig a jobb combomra kötöttem be. Kapcsoljuk be a készülékeket. Kezdjük a kicsivel. Először is elfogadom az EMS programot, majd a programok közül a combkezelő programot, 30 perces kezelés, induljon a program, növeljük az intenzitást, oké, hát 16 milliampernél már kezdem érezni az impulzust, de még ennek látható jele nincs. 32 milliamper ez a készülék fele, tudásának fele, intenzitásának fele. Na láttátok, megindult néhány enyhe kontrakció, oké. Toljuk neki, elértem a maximumot. Nem lehet tovább a készülék intenzitását emelni. Vannak kontrakciók, de hát a combizmomat azt messze nem dolgozza meg. Akkor nézzük meg, mit tud egy rendes stimulátor, mondjuk sportprogramok, bemelegítés program. A combizmokon indít, és akkor emeljük az intenzitást. Már érzem az impulzust. Kezd láthatóvá válni a kontrakció. Itt már láthatjátok. amperes intenzitásnál az egész combizmot kontrakcióba fogja, nagyon jól átdolgozza a teljes izomzatot, és ez még csak az intenzitás fele. A frekvencia közel azonos, hát ég és föld a különbség a két stimulátor teljesítménye és az általa okozott izomkontrakció között. És a Globust azt még csak félgőzzel üzemeltetem, itt pedig a teljes maximális intenzitáson dolgozik a készülék. Mi a tanulság? Hát, nagyon egyszerű tanulság, játékdömperrel nem lehet autópályát építeni. Ha az izmaidat kezelni akarod, akkor rendes stimulátorra van szükséged. Használj Globust vagy Compexet. Kapcsoljuk ki a készüléket. Hát nem reagál, nem lehet kikapcsolni. Jó, hát akkor az elemet vegyük ki belőle. Na, hát így leállt. Gratulálok a gyártónak.